felét, ahol Emmanuel, akiknek az volt a kérdése, hogy Emmanuel írt egy szöveget a gyermekes tartalmásra, és akkor szeretnél az a pseudoművészetben az esztétikai megítélhetőséget felváltja az etikai megítélhetőség szükségszerűsége. Hát szia, apa! Sem a hely, sem az időpont nem alkalmas arra, hogy hosszabban beszélgessünk, de néhány gondolatot szeretnék megosztani. Az első mondatom, mint azt bizonyára tudod, tőled származik, és mint azt reményeim szerint szintén tudod, egy kártyára nyomtatva, bekeretezve a könyvespolcom egy kitüntetett helyén áll. Minden egyes otthon töltött nap az albérletben, tehát végtére is pseudo otthonomban, rápillanthatok és emlékezhetek rád és a művészetedre. Normális körülmények között nem az elme van jele az, ha valaki néha beszélget a halottaival, és ilyesmi hozzájuk kötődő tárgyakat tart a maga közelében. Ez mind az emlékezést szolgálja. Ahogy az sem egyfajta kollektív elme vagy tünete, hogy kisebb tömeg gyűlik össze egy erre kialakított helyszínen, hogy falra felhelyezett, feszített vásznakat nézegessenek, amelyek felületét valaki festékszórópisztolyjal szépen, látványosan megfestette. Ez is inkább valahogy az emlékezést szolgálja, és nyilván annál többet, hiszen nem mindegy, hogy mire emlékezünk. Egyszer azt mondtad nekem, talán emlékszel, hogy annak idején attól tartottál, hogy a rendszerváltás után értelmét fogja veszíteni az életművet. Attól féltél, hogy a művészet, és általában végül a mindennapok egzisztenciális manipulátságának véget vetett a nemzet, és már senkit nem fog érdekelni, hogy mit akarták korábban mondani. Ehhez képest idővel rá kellett jönnöd, hogy a pseudo aktuálisabbá vált, mint valaha. Viszont attól is tartottál, hogy a halálod után már senki nem lesz, aki életben tartsa a pseudót, ezért még az utolsó napokban is festeni akart. Pilinszki írta, vagy mondta egyszer valahol, hogy a halállal kapcsolatban csak egyetlen reménye van, hogy neki is sikerülni fog. Én 28 évesen nem sok mindent értek a világból, de azt tudni vélem, hogy nem azért nyilatkozhatott így, mert meg akart halni, hanem mert a halál alapvetően egyáltalán nem rettenetes dolog. Szomorú természetesen, de ha az ösztönös vélelmeinktől megszabadulunk, rájöhetünk, hogy a halál a születéssel együtt keretbe foglalhatja az életet, és így lehetőséget adhat arra, hogy az tartalmat kapjon és kiteljesedjen. Az itt látható műveid az életed záró fejezeteihez tartoznak, ezáltal teszik teljessé a te pseudo művészeted. Nem kell félned, a pseudo nem tűnt el, életben maradt. Benne él minden reklámszünetben, a politikai hirdetésben, minden céges kör e-mailben, ott van a boltok polcain, az utcán plakátokról néz vissza ránk, de benne él a legtöbb emberi viszonyban, kinyilatkoztatásokban és hallgatásokban, de az egyszerű hétköznapi small talkokban és ábrándokban körülöttünk van, mert ahogy te írtad, a pseudo addig egzisztál, amíg a látszat igazi tényező és viszont. És vele együtt érsz te is, amíg lesz ember, aki képes ezt észrevenni és képes rátok emlékezni. Statisztákként vár, de itt, mi, ma, pseudo művészetet teremtettünk. Minden művészetelméleti, esztétikai, etikai sallangtól megcsupaszítva, a pseudóval számomra egyetlen egyszerű dolgot tanítottok ti ketten, egyetlen a boldogulásunk az elengedhetetlen, az egzisztenciális manipulátságunkból felszabadítani képes, és mindenki számára érvényes tanítást fogalmaztok meg, amely árnyaltabban nem az úgy parancsnál, és valahogy így szól, az élet, amely pseudoművészetet teremt, még menthet.